Szia, szia! Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy milyen lépések kellenek, vagy ha úgy tetszik, milyen sikerösvény szükséges bejárnod ahhoz, hogy valóban megtanulj festeni. Az első lépés az az, hogy megtanuld a színelméletet, a színkeverést, az ecsetkezelést, a különböző késkezelési technikákat. A második lépés az, hogy gyakorold is ezeket. Min érdemes gyakorolni? Hát először is a reprodukciók festésén keresztül érdemes gyakorolni. Mik is azok a reprodukciók? Ezek olyan festmények, amit már híres festők, kortárs, nem kortárs festők előzőleg megfestettek, és ezeket a festményeket, ha úgy tetszik, másolod le. Mert ezeken a képeken nagyon jól látszik az ecsetkezelés, nagyon jól látszik a színkeverés, hogy milyen rétegek vannak egymásra véve, és tökéletes megoldás arra, hogy begyakorold a különböző technikákat. A reprodukciók festése után a harmadik lépés az, amikor már elkezdesz fotó alapján is festeni, akár egy interneten talált fotó alapján, vagy saját fénykép, egy nyaralási élmény megfestését csinálod. A fotóról festés és a reprodukció festések között az a különbség, hogy amikor fotóról festesz, akkor neked saját magadnak kell először fejben leképezni a képet, festményét. Tehát ez mindenképpen haladóbb szint ahhoz képest, amikor az ember reprodukciók alapján fest. És aztán természetesen ugyanúgy, mint ahogy a rajzolásnál, a festésnek is az a csúcsa, mikor már kiűrsz a Dunapartra vagy a Balatonpartra is, plenér fested azt a tájképet, amit magad előtt látsz, vagy valakinek a portréját fested, úgyhogy ott ül előtted. Hát ez a csúcs. A legújabb online tananyagunk a második lépésben, a reprodukciók festésében tud neked segíteni. Kiválasztottunk 16 képet, kortárs és nem kortárs festők képei közül, kategorizáltuk őket kezdő, középhaladó és haladó szintre. Festettünk képet Anna Razumovszkajától, Marx Painttől, teljesség igénye nélkül, hogy kik azok a festők, akiknek a képeit mi most megfestettük, és megosztanám most a képernyőt, megmutatom, hogy mik a képek, amiket mi kiválasztottunk. Kezdőknek ajánlott ez a tulipán csokor, egyetlen egy kihívás van benne, ez a váza megfestése, de ott is mutatjuk, hogy mi ez a technika, hogy hogyan csinált meg. Mákvirág festése, ez is kezdőknek ajánlott. Festőkéssel készült kép, ez a táncos kép, ez egy nagyon érdekes, inspiratív technika. Hogyha ezt ismered, akkor nagyon sok különleges képet tudsz majd készíteni. Ez a kép is kezdőknek szól, itt a száraz ecset technikát tudod majd jól begyakorolni. Ezt a képet is meg tudják festeni kezdők. Nagyon izgalmas kép, itt a víz és a festék mennyiségével lehet játszani ezen a képen. Itt is egy nagyon érdekes, szép kép, nagyon népszerűek mostanában, amikor lányokat, hölgyeket festünk különböző szép ruhákban, ezt is kezdőknek ajánljuk ezt a képet, és ezt a képet is még kezdőknek ajánljuk. Aztán most már jönnek a középhaladóknak szóló képek. Ennél a képnél a háttér megfestése az nagyobb kihívásnak bizonyult a tanfolyamokon, mint magának a hölgynek a megfestése. Marx Payne a szerző, én nagyon szeretem az ő képeit. És itt is egy középhaladóknak szóló kép, itt a bokor megfestése az, ami kihívás. És itt is Santoniri-nél a bokor az, ami megfestése, az egy különleges ecsetkezelési technika, ezt azért raktuk a középhaladó kategóriába. És aztán most már jönnek a haladóknak szóló képek. Itt nagyon sok fajta ecsetkezelés és késkezelési technikát lehet gyakorolni. A falombot azt lehet késsel is, ecsettel is csinálni, akár vegyesen is, vagy a virágokat, de nagyon sok technikai tudást igényel ennek a képnek a megfestése. Aztán talán a legnehezebb a képek közül ennek a hullámzó tengernek a megfestése, nagyon kevés megfogható forma van rajta, ezért jelent kihívást. Látásmód sem könnyű ennél a képnél, tehát mindenképpen ezt haladóknak ajánljuk a képet. Aztán haladóknak ajánljuk még Max Payne-nek ezt a legújabb másik táncos hölgyének a képének a megfestését. Ez is 50x50-es méretben készül el a videóban, és nagyon gyönyörű, ragyogó kép lesz belőle. Anna Razumovszkajának egy újabb képe, ez 50x70-es méretben készült, és itt is egy piros ruhás hölgy, ez is 50x70-es méretben készült.
Fontos még tudnod itt a reprodukciók festésénél azt, hogy mi nem élményfestünk, mi azt gondoljuk, hogy 3-4 óra alatt egyetlen egy képet sem lehet megfesteni úgy, hogy az tetszetős legyen. Tehát a kezdőknek szóló képek is legalább egy napos munkák, azaz 8-9 óra egy kép, amíg elkészül. Középhaladóknak, haladóknak szóló képek nyilván mérettől is függ, de egy 50x50-es kép, vagy egy 50x70-es méretű kép, azoknak a megfestéséhez bizony szükséges akár 2 nap is, mire ezek elkészülnek. Még fontos tudnod azt, hogy ezek a videós anyagok, amiket most meg lehet tőlünk vásárolni, ezek nem csupán online tananyagok, hanem ezek tantermi tanfolyamok vagy digitális festőesteknek a felvételei, ahol végig fogod hallani azt, hogy én mit mondok festés közben, hogy milyen szint nyomjál ki, mit keverj össze, melyikből többet, melyikből kevesebbet, milyen ecsetkezelési technikát használj, és ami a legfontosabb, hogy fogod hallani a résztvevőknek a kérdéseit is. Ez nagyon sokszor hasznos, mert lehet, hogy ami neki akkor ott annál a festésnél gond volt, az lehet, hogy neked is gond, és én magamtól nem mondanám, de úgy, hogy megkérdezték, így választ adok rá. Tehát így nagyon fontos az, hogy a résztvevőket is fogod hallani, és így tudsz majd egy nagyon különleges és szép képet festeni otthon, itt az online tananyagok segítségével. Hogyha kiválasztasz majd egy képet, hogy melyiket szeretnéd megfesteni, akkor a kosár oldalon mindig lehetőséged lesz kiválasztani hozzá a szükséges festőeszközöket, vásznat, akár festőállványt is, ami az adott kép megfestéséhez szükséges. Úgyhogy nincs más hátra, nézd meg a weboldalunkat, választ ki, hogy melyik csomagok, melyik képek tetszenek neked, és rendeld meg, fessél, kapcsolódj ki, és akkor jó festés tanulás neked. Szia!